Édesanyja Hódi Pamela nyomdokaiba lép Berki Natasa Zselyke. A 20 hónapos kislány az egyik magyarországi ruhagyártó és tervezőcég reklámarca lesz, persze szigorú szülői felügyelettel. Gyermekmodellként amíg látom azt, hogy ő mosolyog, élvezi a fotózásokat, élvezi ezt a hangulatot, szeret a gyermekek és szeret a kamera közelében lenni, addig csinálja, és amikor fogok látni bármilyen változást, akkor nem fogja csinálni. De hát rengeteg terület van, rengeteg lehetőség, nekem ezt kell megteremtenem és megmutatnom neki. Sokszor hallottunk már arról, hogy a sztárcsemeték a nyilvánosságot túl korán tapasztalták meg, és ez nem tett túl jót a személyiségüknek. Berki lánya már a születése előtt sztár volt, hiszen a sajtó folyamatosan érdeklődött a kislány iránt, most a fotósok és a kamerák keresztüzében Zselyke megmutatta, egyelőre nem zavarja a nagy média figyelem. Mindig azt mondtam, hogy neki nem volt választása. Hát ugye egy közszereplő voltam akkor is, amikor ő megfogant, mindig ez nem volt választása, hogy őt egy ország valószínűleg megismeri, fogja várni, hogy megszülessen, és amikor megszületett után pedig azóta pedig folyamatosan követik, és kísérik a kis életét, és nagyon-nagyon szeretik, amikor őt láthatják. Számunkra az volt a fontos, hogy csináljunk próbafotózásokat, csináljunk olyan dolgokat, hogy ő jól érzi magát, tudjuk-e öltöztetni, mennyire kényelmes ez neki. És hát amint te is láthatod, hogy ez a közeg számára egy nagyon természetes dolog, nem idegen a kameráktól, szereti az embereket, mindenki felé nyitott. És hál' Isten nekem a privát életemet is megkönnyíti azzal, hogy szeret öltözködni, és kvázi segít nekem levenni a ruhát, és segít feladni magára a ruhát. Sőt, vannak olyan ruhák, amit ugye én azt sem tudom, hogy az eleje vagy a hátulja éppen, de ő már 20 naposan megmutatja nekem, hogy ezt hogy kell felvenni. A kislány szereti az embereket, és meglepően jól viseli, ha sok minden történik körülötte. De szülei ügyelnek majd arra, hogy a napi rendes alvást és a sok játékot soha ne hanyagolják el egyetlen fotózás miatt sem.